Egy nappal a tanév kezdete előtt is sok pedagógus hiányzik még az oktatónevelő intézményekből. Megyénkben is több száz állás betöltetlen. Az érdekvédelmi szervezetek álláspontja szerint az alacsony bérek és a leterheltség sem teszi vonzóvá a szakmát. Néhány nap alatt tanévkezdés előtt is még több száz tanári és tanítói állásajánlat közül lehetett válogatni a Belügyminisztérium által üzemeltetett közigállás portálon. Nem volt sokkal jobb a helyzet a profession.hu oldal hirdetései szerint sem, itt is rengeteg intézmény kereste leendő munkatársait. A helyzet azóta nem sokat változott, a hiányzó pedagógusok pótlására pedig mielőbb szükség lenne. A tanév ugyanis hagyományos, személyes formában kezdődik el szeptember 1-én. A probléma orvoslása a térségünkben is elengedhetetlen. Itt a megyénkben ez közel ugye 140 betöltetlen álláshelyet jelent, ami a közigálláson jelent meg. Ugye másfajta ugye álláskereső portálon, ugye, ahogy utána nézünk, szintén Szabolcs megyére leszűrve, ott már azért ettől magasabb számokat is talál az ember, és tényleg, ami ugye elmondható, hogy főként ugye óvodában van, ugye nagyon nagy létszámhiány óvodapedagógus munkakörből, dajkákból, ugye nagyon nagy a probléma igazából a pedagógus asszisztensek, gyógypedagógusok, gyógytestnevelők, pszichológusok hiányából is. Tulajdonképpen ez is egy betöltetlen űrit magánál a pedagógus társadalmon belül. Nagyon nagy a hiány igazából a matematika, a fizika, mondhatni itt akár a kémia, biológia szakos tanárokról, illetve nem beszélve a nyelvszakos tanár hiányáról. Többek között egyébként az informatikusok is viszonylag ugye nagy hiány jelentenek, ugye informatika szakos tanárok sincsenek. Tehát elég sok olyan idézőjeles űr tátong itt jelen pillanatban a pedagógus társadalomban, amelyet ugye nyilván jó lenne valamilyen módon ugye pótolni, illetve hát tulajdonképpen azt látjuk, hogy egy jó pár éven belül itt a pedagógus társadalomnak egy jelentős létszáma, tehát akár a kétharmada is, ugye 5-6 éven belül akár nyugdíjba mehet, hiszen ugye most értek oda a ratkókorszak gyerekei, hogy hamarosan tulajdonképpen jól megérdemelt ugye nyugdíjukat élvezhetik. Miközben nagyon sokan mennek majd nyugdíjba a következő években, egyre fogy a pályakezdők száma is. Bekerülnek egy iskolába, ugye elkezdik tulajdonképpen azt az életpályát, amit ugye életpálya modellként a kormányunk előrevetített, illetve lehetőséget, hogy hogyan lehet itt ugye szép karriert befutni. És ugye ide jön egy pályakezdő, és gyakorlatilag ugye azt tapasztalja, hogy ma már ugye sajnos pályakezdő pedagógus bére, ugye szakmunkás bérével tulajdonképpen, ez nem több, mint egy szakmunkásnak a bére, tehát tulajdonképpen nagyon sok fiatal elvégzi ugyan a tanárszakot, becsöppen az iskolapadba, meglátja, hogy mennyire nehéz körülmények között kell igazából a tanítást végezni, nem a megszokott, ugye, mint a tanításokat kell neki végrehajtani, hanem a mindennapi élet nehézségeit, különösen mondjuk egy hátrányos kis térségben órát adni, ugye sokkal-sokkal nehezebb, és tulajdonképpen hamarosan rájön arra ugye a fiatal, hogy hát tulajdonképpen ezért a pénzért, amit tőle elvárnak, azt nagyon nehezen tudja teljesíteni, és éppen ezért ugye lehet, hogy éppen elmegy és kitanul egy szakmát, és ugye magában a szakma szépségében rejtve ugye sokkal több pénzt tud keresni, mint ugye magával a pedagógus életpályával, illetve nincs annak a stressznek, annak a fajta feszültségnek kitéve, amit mondjuk egy osztályteremben akár 30 fő hátrányos helyzetű gyerek mellett például el kell viselnie egy pályakezdő tanárnak. Fülöp Attila elmondta, ahogy országosan úgy megyénkben is nagyon kevés a 30 és 40 év közötti pedagógus. Szavai szerint nem vonzó a pálya a fiatalok számára, egyre kevesebben választják ezt a szakmát, amelynek egyik fő oka a nagy leterheltség. A jelenlegi jogszabályi háttér, ugye tulajdonképpen a közalkalmazottaknál egy 22-26 óra közötti kötött óraszámmal fogalmaz, ami ugye lekötött órákat illeti. Ez a 22-26, ez az a kontaktóra, amivel gyakorlatilag a pedagógus ugye a diákokkal foglalkozik. Most nyilván ugye emellett még előfordulhatnak bizonyos időközönként kollégák helyettesítései, akár ugye eseti helyettesítés, vagy mondjuk egy állandó helyettesítés, mert egy adott kolléga, ha megbetegszik, vagy olyan élethelyzet adódik, ami miatt ugye hosszabb időre kiesik, akkor ő neki a munkáját pótolni kell. Tehát ebből adódóan akár még ugye pluszban napi 2 heti 6 éves 30 alkalmat ugye ingyen helyettesíthet ugye ugyanez a kolléga, tehát gyakorlatilag a kontaktórákban azért elég magas óraszáma van, ugye nyilván a munkatörvénykönyve is ugye azt mondja, hogy a KJT is, mindenki alapvetően 40 órás munkahétben gondolkodik vagy dolgozik. Itt ugye a pedagógusnál azért ezt ketté kell bontani, hiszen ugye tulajdonképpen az a kontaktóra, amit ő megtart, azokra az órákra azért a tanároknak ugyanúgy van felkészülés, tehát fel kell készülni a napi változásokat, ugye modern tananyagot be kell építeni a
korábbi régi hagyományos oktatási rendbe, és ugye mindenképpen meg kell újulnia mindenkinek, tehát ezekkel az új korszerű tudásbázisokkal ugye fel kell érteznie magát a kollégának, emellett ugye a tanulókat értékelni kell, tehát tulajdonképpen itt a tanulóknak adott ugye házi feladatokat, ugye mellett a dolgozatokat ugye a kollégának ki kell javítani, ami ugye mind-mind ugye többlet leterheltséget jelent az adott ugye kollégának, tehát ez a heti 40 órás munkahét, mint ilyen azért egy pedagógusnál nem teljesen fedi a valóságot. Jóval többet foglalkoznak azzal a kollégák, hogy ténylegesen megfelelő minőségre, megfelelő színvonalon el tudják látni a feladatot. Az alacsony bérek szintén nem jelentenek komoly vonzerőt. A pedagógusok fizetésének vetítési alapja ugyanis még mindig a 2014-es minimálbér. Az érdekvédelmi szervezet álláspontja szerint, ha a kormány nem dönt béremelésről, nem emeli a pálya presztízsét, néhány év múlva nem lesz pedagógus, aki tanítsa a gyerekeket. Ma már ugye egy szakmunkás, kezdő szakmunkásként többet keresett, mint egy kezdő pedagógus, illetve hát itt azért a pedagógus előmeneteli rendszerben a korábbi években jól bevált, ugye úgynevezett minimálbérhez való rögzített vetítési alap, ugye évek óta be van fagyasztva, ugyanaz idéntől, tehát gyakorlatilag ugye most minden pedagógus, tehát mindenki, aki ugye közalkalmazotti státuszban van, az egy ilyen 10%-os bérpótlék növekménnyel ugye számolhat, mint ugye fizetésemelés, de ez összességében még nem fogja megoldani azt a problémát, amit mondtam is, hogy jelen pillanatban ugye egy munkást, ugye jóval többet keresett, mint az, aki jó pár évet áldozott arra, hogy nem egy, hanem akár több szakos pedagógussá váljon, akár egyetemi végzettséget szerzett, és nyilván ugye a szakmájának, aki már mondjuk több éve, 10 éve, 20 éve, 30 éve a pedagógus pályán van, tehát nincs érezhető különbség itt a pedagógus bérekben, a megbecsültség, illetve a tényleg a pedagógus pályán eltöltött ugye évek számát tekintve, nagyon kicsi az a fajta megbecsültség, ami ugye anyagilag is a pedagógusok számára ugye egyfajta anyagi ösztönzés is jelentene, többletmunkáról már ugye nem is beszélve. Ugye ráadásul ugye most a szakképzésben ugye állt elő egy nagyon érdekes helyzet, hogy őket ugye teljes egészében kivezették közalkalmazotti státusz alól, ott már kizárólag csak a munkatörvénykönyve hatálya alá tartoznak. Ott egy picit ugye itt idézőjelesen ugye mindenki egyfajta ugye béremelést kaphatott ugye az egyéni béralkunak köszönhetően, amiből ugye gyakorlatilag látható, hogy a korábbi évek idézőjeles nincs ellenségéhez képest most ugye kaptak egy olyan bérajánlatot, amivel azt gondolom, hogy tulajdonképpen sajnos ugye a legtöbb szakképző iskolában ugye a korábbi pedagógusok jelenlegi ugye oktatóknak a száját tulajdonképpen idézőjelesen átmenetileg ugye sikerült egy picikét betönni, illetve elhallgattatni, hiszen ugye azért ez mégiscsak több, mint a semmi, és innentől kezdve gyakorlatilag a szakképzésben ugye most jelenleg van egyfajta anyagi megbecsültség, amit ugye sokan ugye ezt így fognak fölírni, nyilván nem látjuk még az árnyoldalát ugye ennek, hogy majd ténylegesen ugye maga a rendszer, amikor működik, ténylegesen milyen leterheltséggel, óraszámokkal, illetve hogyan lesz majd a feladat ellátva, az most szeptembertől válik majd valósá, illetve hát nyilván jó pár tanévnek el kell ahhoz tenni, hogy lássuk, hogy ez hogyan fog majd a valóságban működni, de amit ugye beszéltük is, tehát mind anyagilag, mind pedig az óraszámokat tekintve, ugye szükséges lenne vonzóbbá tenni ezt a pedagógus pályát, hiszen mondtam is, hogy egy jó pár éven belül égető problémákat fog jelenteni, akár csak tényleg az, hogy a mindennapi óráknak a megtartása, illetve a létszükségleti tárgyaknak az oktatása, tényleg a gyerekeknek az írása, olvasása, való megtanítása, illetve tényleg a készségtárgyaknak az elsajátítása komoly problémát fog jelenteni, illetve okozni. És akkor most ne is ugorjunk még ennyit előre az időben, maradjunk a most kezdődő tanévnél, amikor is egy járványügyi protokollt kell betartaniuk, vagy megfogadniuk az iskoláknak. Mennyire ajánlások ezek, vagy mennyire kötelező jellegűek, és a pedagógusok szakszervezete mit gondol az Emberi Erőforrások Minisztérium által felállított szabályokról? Tulajdonképpen itt is ugye mi, mint pedagógus szakszervezete, ugye nekünk azért alapvetően kötelességünk itt ténylegesen a kollégáknak nem csak az anyagi, hanem az erkölcsi, illetve emellett még tényleg az egészségi a védelméről is odafigyelnünk, vagy erre is odafigyelnünk. Ugye ennek megfelelően ugye gyakorlatilag össze is állítottunk mi is jó magunk egy járványi protokollt, amit ugye rendelkezésükre bocsájtottunk ugye az Emberi Erőforrások Minisztériumának. Még ugye korábban augusztus 12-én fogalmazta meg a pedagógusok szakszervezete. Emellett ugye nyilván nagyon fontos az, hogy amit mondtam is, hogy mivel rengeteg az idős kolléga, nyilván nagyon sokan nem csak az idős kor miatt, hanem tulajdonképpen itt ugye az egészségügyi problémák miatt is ugye fontos lenne a kollégáknak a védelme. Nyilván tudni kell, hogy a kormány is ugye alapvetően azt szeretné, hogy a lehető legkevesebb veszélyt jelentsen a tanévkezdés a járvány terjedése szempontjából.
Viszont azt látni kell, hogy ugye korábbi fél évnek a tapasztalata alapján azért elmondható, hogy ez az online oktatás, ez azért óriási nehézségebe ütközött, és itt tulajdonképpen csak a pedagógusoknak a hivatás tudata volt az, ami ugye előre lendítette magát a rendszert, illetve az ő kreatív gondolkodásmódjuk, meg az egymás segítésük, hogy hogyan tudnak ugye bekapcsolódni magába az online tanításba, illetve hogyan tudnak minél több gyereket bevonni. Tehát nagyon lényeges az, hogy ténylegesen ugye meg tudjuk valósítani azt, hogy a járvány ugye lehetőség szerint ugye ne terjedjen, illetve itt, amit ugye megfogalmaztak ajánlásként, hogy tulajdonképpen az osztálytermekben ugyan nem kötelező az a másfél méteres távolság, ami egyébként is lehetetlen lenne ugye ennek a megvalósítása, hiszen ugye gyakorlatilag nincs annyi osztályterem egy intézményben, ahol ezeket a gyerekeket másfél méteres távolságba le lehetne ültetni úgy, hogy gyakorlatilag ugyanannak az osztálynak egy időben kellene ugye ugyanazokat az órákat hallgatni, vagy ezt a csoportbontást mondom itt a pedagógus létszámhiány miatt kivitelezhetetlen ugye nem lehetne megoldani. A másik kérdés ugye nyilván, hogy lesz elég fertőtlenítőszer, hogyan tudják esetleg az órakozi szünetekben a úgymond a kontakt érintkezéseket megoldani, ugye ez is egy érdekes kérdés lesz. Nyilván ugye jelenlegi szabályozás ugye azt teszi majd lehetővé, hogy az intézményvezetők ugye saját hatáskörben azért dönthetnek majd arról, hogy bizonyos intézkedéseket hogyan fognak ugye menet közben meghozni, nyilván látva azt, hogy egyáltalán hogyan terjed a vírus, hogy van-e már ugye ennek bármilyen kockázat, hogy akár egy intézményen belül gócpont alakulhasson ki, de hogy a tanulók, ugye, akik mondjuk vidékről bejárnak ugye tömegközlekedésen közlekedve, vajon ugye találkozhatnak-e olyan emberekkel, akik ugyanúgy akár átadhatják, vagy hordozóvá tehetik ezeket a gyerekeket. Nyilván azt is szerettük volna, hogyha lehetőség lenne arra, hogy akár a iskolákban megoldani mindenféle testi kontakt nélkül így hőmérőknek a beszerzésével, akár a gyerekeknek a lázának a mérését, gyakorlatilag a kollégáknak a lázmérését, mellette ugye gyakorlatilag készfertőtlenítőknek a meglét az osztálytermekben, hogy hogyan lehet ugye megvalósítani akár azt, hogy ne az osztályok vándoroljanak a tanítási szünetekben, hanem lehetőség szerint egy-egy osztály egy-egy tanteremben foglalhasson helyet, így kerülve ugye annak a kockázatát, hogy nagyon sokan érintkezzenek egymással mondjuk a tanítási szünetekben, illetve hát megfogalmaztunk ugye javaslatként egyfajta hibrid oktatási rendet is, hogy akár egy ilyen két héten belül ugye egyik héten három nap, másik héten két nap tantermi oktatás mellette párhuzamosan az online oktatást, mint lehetőséget. Viszont ugye vannak olyan osztályok, például a kis elsősöknél, másodikosoknál, ahol szerintem ugye nélkülözhetetlen, vagy a szakszervezetünk szerint is, ugye nélkülözhetetlen a tanítónőnek a jelenléte, illetve a kontaktórának a megléte, hiszen gyakorlatilag ezek azok a gyerekek, akik a leginkább igénylik azt, hogy tényleg kontaktórában tudják megtanulni, elsajátítani azokat a fogásokat, amelyek ugye ahhoz kell, hogy a későbbi életük során ugye boldogulhassanak, illetve megtanulják azokat a minőségi alap dolgokat, amik majd tényleg nélkülözhetetlen készségeket jelentenek a jövőt illetve. Nyilván nem tudjuk, hogy hová fog ez az egész vírus helyzet fokozódni, viszont nagyon fontos az, hogy valamilyen úton, módon védjük egyrészt az idős, krónikus beteg kollégákat, másrészt ugye a gyerekeket is attól, hogy ez a fajta vírus terjedés, mint ilyen ugye ne fordulhasson, illetve ne tudjanak országos szinten olyan gócpontok kialakulni, ami esetlegesen ugye egy komolyabb fertőzés veszéllyel járna. Az új tanév közben több pedagógus számára indul jó hírrel a kormány múlt heti bejelentésének köszönhetően, amely szerint 400 országszerte hátrányos helyzetű településen több mint 10 000 pedagógus és az oktatás segítő kolléga kap bruttó 500 000 forint egyszeri juttatást. Hogy pontosan kik és mikor jutnak hozzá a plusz pénzhez, arról egyelőre nem közöltek részleteket.